A rossz idő és a tüskézés, bármi is legyen ez, az oka annak, hogy könnyedén készíthetünk olyan képeket a nagykörúton, mint hogyha nagyon kevesen dolgoznának a felújításokon. Ugye ezt a választ kaptuk a BKV-tól a tegnapi beszámolónk után. Szerettünk volna további kérdéseket feltenni, de nem kaptunk rá lehetőséget. Valójában lehet, hogy igaza van az illetékeseknek, és nincs is igazából közünk ahhoz, hogy mi miért történik körülöttünk. Kevesen dolgoznak a nagykörúton, mert rossz az idő, és kész. Két hónapig tart a felújítás, mert csak. Egyszerre építenek át mindent, mert azért. Különben meg ne szóljunk bele, mert nem értünk hozzá. Keleti Andrea összeállítása. Lassan már nem is csodálkozunk, már nem dühöngünk, poénokat sem gyártunk róla, mármint mi Budapesten közlekedők. És miről? Hát erről, hogy valamit felújítanak, átadnak, majd kis idő elteltével felújítanak megint. Vannak, akik nem örülnek. Nem tudom, ez miért van, de remélem meg fog változni. A Várkert bazárról és az átadási hullámról annól még születtek viccek. Azt tudtuk, hogy a teljes felújítás az eredetileg ígért 9,5 milliárd helyett eddig 20 milliárd forintba került. És csak az első átadóra is 20 milliót költött a minisztérium. 1000 nap elég volt arra, ami évtizedekig hiába valónak és lehetetlennek tűnt. És így néz ki most. Omlik a vakolat, pedig csak egy tél telt el. Nem volt sem extrém hideg, sem kimagaslóan sok csapadék. Ez pedig a pesti oldal. Mutatom a térképet. Pirossal jelöltük azokat a szakaszokat, ahol egyáltalán nem, vagy csak lépésben lehet közlekedni. Az autósoknak az egyik legfájóbb pont a 4-es-6-os villamos vonalának sokadik felújítása. A vonalat legutóbb 2013 nyarán újították fel két szakaszon. Akkor a közlekedni szándékozók azt hihették, hogy egy időre fellélegezhetnek. De nem. Tavaly ősszel például már így néztek ki a sínek a Szent István körúton. Nem egészen két évvel a legutóbbi nagyszabású munkálatok után újra felújítják a villamosvonalát. A hivatalos közlemény szerint azért, mert össze kell kapcsolni a fonódó villamossal. Tarlós István főpolgármester azt nyilatkozta az egyik napilapnak, hogy kritikussá vált a 4-es-6-os villamosok 2006-ban felújított pályaszakaszának állapota, és ha elmarad a BKV forrásaiból fedezett felújítás, radikális sebességkorlátozást kellett volna elrendelni. A felújítás május végéig tart a nagykörúton, és ezzel együtt valószínűleg május végéig tart a szokásos kommunikációs csata. Miért nem dolgozik senki, kérdik a közlekedők. Mert vannak olyan munkaszakaszok, amikor nem látszik a munka, hangzik a válasz. Tudom, hogy nem mindegy, hogy közlekedünk, de ahhoz, hogy jobban közlekedjünk 2016-ba, ahhoz most áldozatot kell hoznunk a saját időnkből, a saját türelmünkből, a saját belátásunkból. Kell engednünk, mert ezeket meg kell csinálni. Az elmúlt években akárhányszor felmerült a lézengő vagy szerszámára támaszkodva unatkozó munkás kérdése, mindig hasonló válasz érkezett. Vagy a beton szárad éppen, vagy engedélyre kell várni, vagy vezetéket szerelnek a föld alatt, azért nem látszik a munkavégzés. Hosszú percekig tudunk úgy autózni a munkaterület mellett, hogy senkit nem látunk dolgozni. De meg tudom mutatni ugyanezt felülről is, vagy óránkénti bontásban. Íme a munkaterület 10 előtt, 11-kor, 12 előtt, 1:30-kor, és 3 előtt nem sokkal. Ezen a gyorsított felvételen látszik, hogy felhők jönnek-mennek, az autók araszolgatnak, de a munkaterület üres. Aki azt mondja, hogy ott senki nem dolgozik, az ért ahhoz, amit ott csinálnak? Fogalma nincs, csak azt látja, hogy a csákányra támaszkodik az ember. Nem ez a megoldás. Ott azért nem dolgoznak, mert a technológiának olyan szakaszában vannak, ahol nem lehet dolgozni. Amióta van autó és út, azóta van felújítás is. És azóta létezik a miért van lezárva, ha úgysem dolgozik senki dilemma. Most éppen azért, mert egy nem túl látványos, de fontos munkarész van folyamatban. Ez pedig a vasbeton pályalemez tüskézése. Ezt a választ kaptuk a BKV-tól. No meg azt, hogy pont emiatt előfordulhat, hogy vannak olyan szakaszok, ahol tényleges munkavégzés nem történik. Keleti Andrea, 7:24.